Sziasztok, Andi vagyok, ez pedig itt az Alapjárat legfrissebb hírműsora. Ma is rengeteg új hírt hoztam nektek, de még mielőtt elkezdenénk, ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra. Szigorú sebességkorlátozásokat vezettek be Párizs városában. A legtöbb utcában a maximális megengedett sebesség 30 km/h lett. A rendelkezés célja a balesetek számának és a zajszennyezésnek a csökkentése. Egy korábbi felmérés szerint a helyiek 59%-a támogatta ezeket a szigorú korlátozásokat, a maradék 61% viszont ellenezte. Pénzbírságban részesül az a sofőr, aki nem tartja be a szigorú korlátozásokat, valamint 2 büntető pontot is kap a jogosítványába. A rendelkezés alól kivételt képez a Párizst körbeölelő körgyűrű, ahol jelenleg 70 km/h korlátozás van érvényben. Most az esztergomi Suzuki gyár kényszerül leállni. A globális chiphiány bizony még továbbra is beleszól az ütemszerű működésbe. Ez idő alatt a Suzuki gyár azonban nem tétlenkedik, innovációs programokat valósítanak meg, mint például a karbonsemlegesség felé vezető szükséges lépések. A félvezető hiány gyakorlatilag az összes autógyártó életét megkeseríti, ott volt például a Mercedes gyár leállása, ahol szintén okozott fennakadásokat. A hírek szerint eléggé sanszos, hogy ezek a félvezető csippek még 2022-ben is hiányciknek fognak számítani. Megbukott a latin NCAP törésteszten a Renault emblémával gyártott Duster. A 2019-ben Romániában gyártott második generációs Duster a latin NCAP törésteszten akkoriban még 4 csillagos értékelést kapott. Időközben Brazíliában is megkezdték a gyártását, már Renault emblémával, így hát újra tesztelték ezeket a modelleket is. Ezek azonban megbuktak a programban, ugyanis sem a frontális, sem az oldalütközésnél nem teljesített megfelelően az autó a teszten. Frontális ütközésnél benzinszivárgás, oldalirányú ütközésnél pedig az ajtó kinyílása jelentette a problémát, 0 pontot ért mind a 2 teszt, így visszahívták az összes brazil gyártású második generációs Dustert. A Renault pedig váltig állítja, hogy a 2 széria között nincsen semmilyen különbség, és a Renault Duster szigorúan megfelel mindenféle előírásnak. Azt azért érdemes tudni, hogy 2020-ban a latin NCAP szigorított a követelményeken, és bizony nagyon komoly előírásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy autó 4 csillagos értékelést kaphasson. Magyarán azért a Renault Duster nem életveszélyes autó. Teljesen száműzni a Volkswagen a manuális váltót. A költségek csökkentése miatt tervezi az átállást, kizárólag automata sebességváltókra a Volkswagen. A tervek szerint 2023-ban megkezdődne a kuplunk pedál fokozatos megszüntetése. A következő generációs Tiguan és Passat, amit a gyártó 2 év múlva tervez piacra dobni, a hírek szerint már csak és kizárólag automata váltóval lehet majd kapni. Elég nagy esély van arra is, hogy a koncern többi tagja is, tehát a Skoda, az Audi és a Volkswagen idővel szintén követik majd ugyanezt a trendet. Elbukdácsolt a jávorszarvas teszten a BMW M4 Competition. A híres jávorszarvas teszt a legtöbb autóról egy nagyon jó képet ad irányíthatóság terén. Első körben a sofőr 78 km/h sebességgel próbálta a feladatot, ennél a tempónál a Tesla Model 3 még átmegy ezen a teszten. A BMW azonban egy adott pillanatban túlkormányzottá vált, és 2 kúpot is elsodort. Mindezt úgy, hogy a kipörgésgátló és a menet stabilizátor is be voltak kapcsolva. A második körben 2 km/h csökkentették a sebességet, 76 km/h próbálkozott a sofőr. Itt is volt némi túlkormányzottság, de itt már teljesítette a tesztet az autó. A tesztsorozat végén egy szlalom feladat következett, melyet 78 km/h próbáltak, ennél a sebességnél ezt sikerrel teljesítette is az autó. Az elbukott jávorszarvas teszt azért nem jó hír, mert elvileg az M4 Competition egy kiválóan vezethető sportautó. Minden esetre jávorszarvas vagy sem, egy biztos, ehhez az autóhoz legény kell a gátra. Lefelezni motorpalettáját a Mercedes a szigorú környezetvédelmi előírások miatt. Az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatcsomag értelmében 2030-tól betiltanák a belső égésű motorral szerelt új autók értékesítését az Európai Unió teljes területén. Az autógyártók minden bizonnyal arra kényszerülnek majd, hogy csökkentsék kínálatukat, mind benzines, mind pedig dízel modellekből. Emiatt a Mercedes a következő években gyakorlatilag a felére csökkenti majd a jelenlegi motorpalettáját.
A változás első körben az új C63 AMG-t érinti majd, ami az eddigi V8-as blokk helyett a hibrid rendszerű 4-hengeres motort fogja majd használni. Az Európai Bizottság szuperkatalizátorokat és modern diagnosztikai rendszereket szereltetne majd az Euro 7 kompatibilis autókba, így hát már most borítékolható, hogy ilyen magas költségek helyett a gyártók inkább követik majd a Mercedes példáját és csökkentenek a motorválasztékon. Leállítja a Skoda a népszerű Fabia kombi gyártását. Ismét a szigorú Euro 7-es norma az oka ennek a döntésnek, a magyaroknak ez pedig azért rossz hír, mert nálunk nagyon keresett ez a modell. Dunában kötött ki egy BMW egy autós üldözés végén. A Vác online értesülése szerint vasárnap délelőtt a rendőrök az egész városon át üldöztek egy BMW-t, aminek sofőrje végül a Dunába hajtott Vác szélén. A sofőr elmenekült a helyszínről, őt még keresik a rendőrök. A Dunába csúszott személyautó műszaki mentéséhez a váci hivatásos és a nagymarosi önkéntes tűzoltókat riasztották a helyszínre, végül ők vontatták ki a Dunába hajtott menekülő BMW-t. Iskola kezdésre megnyitott a Hárosi Duna híd. A hosszas munkálatokat követően mától ismét használható a híd, és az M1-es felé vezető oldalon 3 sávon haladhat majd a forgalom. A munkák azonban még nem teljesen értek véget, várhatóan karácsonyig tartanak majd, a munkálatok befejező ütemében azonban majd még számítani kell időszakos lezárásokra és korlátozásokra is. Én köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, tegyetek így jövő héten is, addig pedig, ha eddig nem tettétek volna, ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra, követni minket Instagramon és lájkolni bennünket Facebookon. Legyen szép a napotok! Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.